cégnek a küldetésének egyik fő meghatározója az, hogy nagyon magas szakmai színvonalat képviseljenek, és ehhez fontos tényező az, hogy minden támogatjuk a tanulást, a tudást a cégen belül, így elmondhatjuk azt, hogy már a tudás támogatása az nagy mértékben részévé vált a vállalati kultúrának. Ha a tudásmenedzsmentről beszélünk, akkor elkerülhetetlen ugye az, hogy felnőttkori tanulást is szóba hozzuk. Elsőként, hogyha valaki meghallja azt, hogy neki felnőttkorban tanulnia kell, nem biztos, ugye, hogy pozitív asszociációi keletkeznek, mert feltételezem, hogy ti, akik itt ültök, valószínűleg születtek is tanulni, illetve ez nem egy nehéz történet. Viszont nagyon sokaknak a munkahelyen azok a jellemzők valósulnak meg, amik a felsőoktatási tanulmányaikat, illetve a középiskolai tanulmányaikat is kísérték a formális oktatásban, ami ugye azt jelentette, hogy meghatározott célok szerint, meghatározott elvárásoknak megfelelően kellett tanulni. Na most az a jó hír, hogy a felnőttkorban a munkahelyen ez teljesen másképp valósul meg. A munkahelyi tanulás az leginkább informális és nonformális módon valósul meg. Ugye a mindennapjaink részévé válik, beleépülnek a munkatevékenységekbe, de akár az informális tanulás megvalósulhat a média fogyasztásánál is, vagy a egyáltalán elmentek például színházba. Na igen, és akkor ugye milyen a jó munkahelyi tanulás? Én azt gondolom, hogy a jó munkahelyi tanulás az olyan, ami az informális és nonformális elemekre épül, csak minimálisan alkalmazza a formalitásokat. Nálunk ilyen lesz a tudásmenedzsment. Ha a tudásmenedzsment kifejezést halljátok, akkor ez egy nagyon nyugatos és valószínűleg nagyon sok helyen találkoztok ezzel a kifejezéssel, viszont nagyon sokaknak tévképzete van ezzel kapcsolatban. Azonosítják tudásmenedzsment alatt például a különböző motoros keresőrendszereket, az, hogy egyszerűen egy vállalat a Wikipedia rendszert használ, és akkor így ezzel kifejezik a tudásmenedzsment, holott ennél sokkal többről van szó. De például vannak olyan példák is, nálunk a srácok nagy része tudásmenedzsmenttel, amit cégünknél találkozott először. De vannak olyan példák, akiknél volt tudásmenedzsment nagyobb vállalatoknál, de ez kimerült abban, hogy van egy e-learning rendszer, ahol ugye bizonyos időközönként kötelező elvégezni egy tananyagot, és a végén pedig egy teszt teljesítésével megmérjük azt, hogy megtanulta a dolgozó, vagy nem tanulta meg. Na most ezt nagyon jól kikerülik az emberek, egy valaki kitölti a tesztet, aztán tovább vagy a megoldó kulcsot, akkor biztosan nagyon hatékony volt az egész tudásmenedzsment és a képzés tanulás támogatása. Nálunk egyáltalán nem erről van szó. Srácokkal közösen fogalmaztuk meg azt, hogy mit is jelent a tudásmenedzsment. Nálunk a cégen belül a tudás koordinálását és fejlesztését jelenti, és mindez ugye a célból, hogy a tudás az megfelelő gyorsasággal és költséghatékonyan a megfelelő helyre jusson, és emellett ugye közben egy inspiratív környezetet teremtünk, amiben a kollégáink folyamatosan fejlődnek és egyre hatékonyabban tudnak dolgozni. Nagyon fontos az, hogy a tudásmenedzsmentet nem lehet felülről ráhúzni egy cégre, nem lehet azt mondani, hogy mi most akkor holnaptól tudásmenedzsmentet fogunk csinálni, vagy következő hónaptól, hanem nagy szükség van arra, hogy a dolgozóknak meglegyen egy önszerveződő kezdeményezés, egy igénye arra, hogy tanuljanak és megosztják a tudásukat. A tanulás támogatással, a tudásmenedzsmenttel részben ugye foglalkozik a HR is. A HR-nek kimondottan a képzés és fejlesztési tevékenysége az a terület, aminek ugye ez a tevékenysége. Viszont van egy határvonal, amit szeretnénk meghúzni, hogy az előadásokon is tiszta legyen, és lássátok, hogy ez nálunk a Dotusoknál működik HR szinten is, és működik a tudásmenedzsmentben is. Tehát a human erőforrás menedzsmenten képzés fejlesztési szempontból az a feladata, nyilván ugye megfelelő erőforrást biztosítsuk, és ehhez ugye megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen a munkavállaló, ehhez tervezetten fejlesztünk, illetve ugye ez a képzés és fejlesztési tevékenység, ez a dolgozóknak a személyes fejlesztésére, fejlődésére irányul. Viszont a tudásmenedzsment az ennél holisztikusabb, a szervezeti tanulás támogatására irányul. Nyilván ezeknek a személyes fejlődéséhez is hozzá fog járulni, viszont a cél az a szervezeti tanulásának támogatása. Az, hogy hogyan tudjuk a tudás szerzését, illetve a fejlesztését és a megosztását támogatni, milyen módszereket tudunk ehhez alkalmazni, illetve hogy a személyes tudást hogyan tudjuk integrálni szervezeti tudássá. Most ahhoz, hogy a tanulással foglalkozunk a munkahelyen, van néhány alapelv, amit érdemes figyelembe venni, különben ez nem fog jól működni.
mégpedig az ugye, hogy felnőttkorban teljesen más tanulási sajátosságokkal rendelkeznek az emberek gyermekkorban, és ezt fontos figyelembe venni. Például az egyik ilyen az, hogy tudjuk azt, hogy mikor fogunk tanulni, miért fogunk tanulni, és ezzel milyen célt fogunk elérni. Na most, hogyha az a cél, amit ezzel elkívánunk érni, az a dolgozónak nem kívánatos, akkor nyilván ez nem fog működni. Tehát nagyon fontos az, hogy a személyes célja is legyen a munkavállalónak az, hogy ő tanuljon. Ezeket a szempontokat egyébként mentorálás során is érdemes a mentornak figyelembe vennie. Aztán az önálló tanulás képessége. Feltételezzük azt egymásról és a kollégáinktól, hogyha rendelkezésünkre egy megfelelő eszközrendszer, például a tudásmenedzsment, képzés és fejlesztés által, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy mik azok az eszközök, amivel ő hatékonyan fog tudni tanulni, hiszen van tanulási tapasztalata. Ne akarja még megmondani senkinek, hogy YouTube videót kell nézni, mert azzal fogsz hatékonyan tanulni, hogyha ő azt gondolja, hogy neki a szakirodalomnak a kijegyzetelése a legjobb megoldás erre, vagy éppen az, hogyha leül a sarokba és ötletel a fiúkkal egy kisebb workshop keretében. A korábbi tapasztalatoknak is óriási szerepe van ugye a tudásmenedzsmentben. Ezt a felnőttkori tanulásban leginkább hátrányként szokták megélni az emberek, de a tudásmenedzsmentben ezt pont pozitív irányba kell fordítani, hiszen a dolgozóknak minél több és széles körülbelül a tapasztalata, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy egy problémát hamarabb és nagyobb rálátással megoldjunk, illetve egy bizonyos témát ugye szélesebb körben tudjunk megvizsgálni. A tanulásra való készség. Ez arról szól, hogy nem mindegy, hogy mikor tanulunk. Nyilván ti is voltatok már olyan helyzetben, hogy határidős feladatok voltak folyamatosan a munkahelyen, és egyébként meg volt valamit, hogy meg kellett tanulni, hogy a következő héten meg tudják csinálni egy feladatot. Na most nyilván így nem fog működni a tanulás, mert nem összeilleszthető az élethelyzettel, és megborítja a work life balanszot is. Tehát nagyon fontos az, hogy a tanulást azt próbáljuk integrálni, beépíteni a mindennapos munkavégzésbe. Ez nyilván most így hirtelen egy nehéz feladatnak tűnik, de majd látni fogjátok az apró lépésekkel, ezt nagyon szépen el lehet kezdeni, és lehetséges ezt a végére. Aztán a tanulás orientációja a felnőtt korban az egyértelműen probléma megoldó tanulás. De ti sem szerettek olyan dolgokat tanulni valamit, amit értelmetlennek találtok. Nagyon fontos ezért az, hogyha céges szinten még meg akarunk valakinek valamit tanítani, akkor ő megértse azt, hogy ennek mi a haszna, és valóban haszna legyen számára. Például, ha van egy mentor által, akkor csak azért, mert nincs rá időt, hogy foglalkozzál vele, ne adjál neki meggondolatlanul egy bármilyen szakmai tutoriált, hogy olvasd el, csak töltsd vele az időt, mert nem lesz hasznos. Két perc ráfordításra tudsz adni egy olyat, amit lehet egy héttel később őt előre fogja vinni. Át kell gondolni ezeket. Ezek olyan fontos szempontok, amit figyelembe kell tartani. Az utolsó, az pedig ugye a tanulási motiváció szorosan kapcsolódik az előzőekhez. Tehát ugye a felnőttek olyan dolgokat szeretnek tanulni, ami által a napi munkavégzésük, a napi, minden napi életük lesz könnyebb, és fontos problémákat tudnak ezáltal megoldani. És hogyha ezek teljesülnek ezek a dolgok, akkor ugye önmagában a tanulás az motiváló erővel fog bírni. Eddig beszéltem a személyes tanulásról, most pedig egy picit a szervezeti tanulásról, hogy mit is értünk a szervezeti tanulásról. Ez nagyon egyszerű, szerintem már tudjátok is igazából, ez az, amikor a szervezeten belül a tevékenységeinket azok eredménye alapján folyamatosan változtatunk. Például a tapasztalatok alapján ugye új tudást hozunk létre, ezt meghozunk és elérhetővé tesszük a szervezetünk tagjai számára, illetve a működésünket folyamatosan elemezünk egy képzés és fejlesztési példával élve. Hogyha létrehozunk egy belső képzési tananyagot, akkor nyilván arról fogunk kérni visszajelzéseket ugye a munkavállalóinktól. És most, hogyha azok a fiókba landolnak, az senkinek nem lesz hasznos, de általában ez így szokott végződni. Viszont, hogyha komolyan veszük a szervezeti tanulást, és komolyan veszük azt, hogy magas minőségben dolgozunk, akkor ezeket a visszajelzéseket beépítjük, újra dolgozunk ezt a tananyagot, és így tovább meg körbe-körbe az egész folyamat. Ez például a szervezeti tanulás. Ha már tudjuk, mi az, hogy szervezeti tanulás, tisztában vagyunk azzal, hogy az egyének milyenek a fő tanulási kritériumai, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy vajon milyen az a szervezeti kultúra, ami tanulást támogató. Ennek az elméleti alapja egyébként a tanuló szervezetiségben lehető fel, erről írtam is korábban egy blogbejegyzést, de most külön nem térnék ki, inkább csak azokat a szempontokat szeretném felvillantani nektek, amiket el kell kerülni, akkor, hogyha mi tanulást támogató kultúrát szeretnénk létrehozni, és mi az, amit tenni kell, mi az, amit a DoctorSoftnál teszünk azért, hogy tanulást támogató szervezetek legyünk. Például, amit el kell kerülni, ez ugye a kollégák közötti túlzott versenyeztetés, hiszen senki sem szeretne új tudást megosztani,
megosztani, illetve ugye kényszeres helyzetben érezni magát, frusztrációt érezni akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy a pozícióját azzal veszélyezteti, hogy ő megosztja a tudását. Szintén nem ideális a tudás megosztás, a merevő szervezeti hierarchia, a tímek közötti rossz kommunikáció szerintem pedig egy ilyen általános probléma. Mi ezt a projektek közötti tapasztalatcserében például igyekszünk küszöbölni, illetve általános nagy céges tájékoztatókkal is. Aztán a szigorú ellenőrzés az, ami szintén meg tudja ugye ölni a tanulás támogatást, mert mi van akkor, hogyha valaki nem üli végig a tréninget, vagy egy előadáson nem marad végig, hanem 10 perc előbb el kell mennie, semmi az égvilágon. Viszont hogyha ez a személyre van a hányba, akkor nyilván nem szívesen fog a következőre beülni. Még akkor sem, hogyha mondjuk az előző 40 perc az inspiráló lett volna számára. És ami nagyon rossz, és ezt nagyon gyakran elkövetik, az az, hogy az alulról jövő kezdeményezéseknek nem tulajdonítanak jelentőséget. Nálunk ez egy alapvető tétel, hogy alulról szerződik a tudásmenedzsment, és minden ötletnek helyet kell adni, ki kell próbálni. Az alkotó tevékenységnek, az alkotóketnek és a tehetségnek folyamatosan egy ilyen inspiráló közeget kell biztosítani. Ezt folyamatosan ösztönözni kell, ugye erre különböző eseményeket szervezünk mi, ezt majd később részletezni fogom. Ugye ezt új szemléleteket támogatni kell, ez szintén ugye kötődik ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy alulról jövő kezdeményezéseknek helyet adjunk. A kollektív elképzelések jelenjenek meg. Tehát azért, mert valaki kitalálja azt, hogy nem tudom, milyen prioritásokba kell a következő nyelveket megtanulni a nyelvek éjszakáján, ne úgy csináljuk, hanem valóban, mit mond a közösség, szavazzuk meg a többség dönt el alapján. Szintén ugye ez nagyon hasonlít ugye a demokratikus szervezeti kultúrához, aztán az emberközpontosság az nagyon fontos, az önszerveződés és az empowerment. Na most, hogyha ezekkel mind tisztában vagyunk, akkor van négy tanulási kompetencia, amit követnünk kell ahhoz, hogy jó tudásmenedzsmentet tudjunk működtetni. A két kiemelésekkel azokat jelöltem, amiben mi ezt megoldjuk a dolgozatnál. A szervezeten kívülről érkező tudás megszerzése az első alapvetés. Ehhez ugye külső tanulási forrásokat kell keresni, ezek relevánsak legyenek. Lehetnek ezek külső képzésektől elkezdve konferencia részvételek, vagy éppen meetupok. És fontos keresni hasonló szervezetekkel, illetve különböző szakmai együttműködő partnerekkel az együttműködéseket. A második a szervezeten belüli tudásnak a megosztása, ennek csatornákat kell biztosítani, nálunk ugye ezek a tudásmenedzsment események. A harmadik az pedig a tudásnak a generálása a szervezeten belül, ezt szintén meg lehet valósítani tudásmegosztó események által, belső képzések által is, de a legalapvetőbb az az, amikor egy fejlesztési kihívást oldatok meg például a mindennapos munkavégzés során, és utána ennek az eredményét megosztjátok a többiekkel. A negyedik, ami általában azért el szokott maradni, vagy itt nem érjen a tudásmenedzsment a hatékonyságát, tehát erre nagyon érdemes figyelni, az, hogy a kialakított, a megszerzett tudást, azt tudni kell beépíteni, felhasználni, és nálunk ugye adott esetben ennek a termékekben, a szolgáltatásokban, az elvégzett munkában kell megjelennie. Tehát a termelésben, az innovációban, illetve a tudás újra felhasználásban. A tudásmenedzsmentről már most akkor egészen sokat beszéltem, viszont a tudásmenedzsmentnek ugye egy alapeleme a tudás. Ahhoz, hogy a további dolgokat összefüggésében átlássátok, szeretném elmondani nektek, hogy a tudásnak ugye két fő típusát különböztetjük meg, a tacit és az explicit tudás. A jéghegyelmélettel valószínűleg már sok esetben találkozhattatok, ezt erre is rá lehet húzni. Az emberi tudásnak 30%-a az explicit tudás, ami ismeret alapú tanulható, sematikus, megosztható, ez az, amit el lehet idegeníteni a másiktól, amit egy dokumentumkereső rendszerben meg tudsz keresni, kvázi, amit leírnak. Viszont a tudásunknak a 70%-a az rejtve van, az tacit tudás. Na most az a kihívás, hogy a tudásmenedzsmenttel ezt a tacit tudást, ezt hogyan tudjuk kihozni az emberből úgy, hogy nem idegenítjük el tőle, és működik ez a történet egyébként. Ezek azok a tudások, ami igazán értékes. Ez ugye az embereknek a probléma megoldó képessége, ez nagyon nehezen figyelhető meg, és ugye nem dokumentálható. Tehát ezért például, ha a tudásmenedzsment stratégiákat nézzük, akkor az első generációs tudásmenedzsment stratégia az a kodifikáció volt. Ennek az volt a lényege, hogy IT alapú az egész tudásmenedzsment, nagy keresőrendszerekbe töltik be ugye az információkat, a dokumentumokat, és ebből keresi meg magának mindenki, amit akar.
Na most ugye ez az a tudás, amit bárki bárhonnan meg tud szerezni, viszont a valódi értékes tudás az ugye a tacit tudás. A tudásmenedzsment stratégiának a personalizáció stratégiája az, ami már a személyes tudásra helyezi a hangsúlyt, és nem arra, hogy keressek a Google keresőbe vagy a szervezet Wikipedia oldalon, hanem arról szól, hogy személyes interakciók által hogyan tudom hatékonyan átadni a másiknak a tudást, illetve hogyan tudom közösen új tudásokat teremteni. És ugye itt van óriási szerepe annak, hogy a tacit tudást hogyan fogjuk alkalmazni. Na most önmagában a kutatások bizonyítják azt, hogy sem a kodifikációs, sem a personalizációs stratégia nem versenyképes. Viszont azoknál a vállalatoknál, ahol versenyképes tudásmenedzsment van, ennek a kettőnek a kombinációját használják, egyébként mi is a kettő kombinációját használjuk, az, hogy melyik milyen súlyban szerepel a tudásmenedzsment stratégiában, az ugye nyilván a szervezeti sajátosságoktól függ, nálunk nagy mértékben personalizációs elemeket alkalmazunk egyébként inkább. Akkor egy picit beszélnék arról, hogy az explicit tudást, azt mi hogyan menedzseljük. Hol tároljuk a tudást? IT céghez mérten nekünk nincsenek hiper-szuper nagy vállalati tudásmenedzsment kezelő rendszereink, mert nem erre helyezik a hangsúlyt. Mi a tudásunkat az intranetten tároljuk, ezen belül van külön egy ilyen tudásbázis oldal, ami a tudásmenedzsmentnek és a képzés és fejlesztés tevékenységének jött létre. Itt az összes tudásmegosztó eseménynek, összes képzésnek a tananyaga, a prezentációja, handoutjai, a videófelvételei, minden eseményekről készül videófelvétel. És nem azért, mert azt látnánk el az emberektől, hogy most akkor üljön le otthon a gép elé, vagy bárhol, és akkor tanulja meg, hanem azért, hogyha nem tud adott alkalommal részt venni és érdekli, akkor bármikor ezt tőle tudja pótolni. Tehát a tudásbázis oldalunkon minden ilyesmi elérhető, de egyébként akinek ez a felület nem szimpatikus, hogy valamiért nem szereti, az ebből kereshet egyébként a céges drive-ban is, hiszen onnan is elérhető az összes ilyen anyag jó struktúrában. A srácok a fejlesztésekben a tudásmenedzsmenthez a Confluence szoftvert használják, ezt projektdokumentációra használják, illetve a kódújra felhasználásnak a kódbázisát töltik ide. Ezen kívül tudásmenedzsment csatornaként létrehoztunk egy Google Plus-os community-t, tudásmenedzsment címszó alatt. Ennek a csatornának az a lényege, hogyha bárki valamilyen szakmai vagy éppen ismeretterjesztő információval találkozik, és úgy gondolja, hogy ez most érdekes lehet másoknak is, tehát hogy olvassák el, akkor nem kell e-mailt küldeni róla, nem fogja ezt tömelni senkinek sem a postaládáját, hanem egyszerűen ebbe a közösségbe feltölti. És ebbe a közösségbe kerülnek feltöltésre egyébként a tudás megosztó eseményeink plakátjai is. Ezen kívül van blogunk, van külső és belső blog, a külső az ugye nyilván kifelé irányul, a belső blog pedig ugye kevésbé szofisztikált írásokat tartalmaz, és ezen kívül bónuszként van egy tudástérképünk, ami segíti az eligazodást, viszont nem a dokumentált tudások között, hanem a tacit tudások között, mégpedig ez a tudástérkép abból a célból jött létre, hogy minden munkavállalókról fő információkat tartalmaz, abból a szempontból, hogy korábban milyen projekteken dolgozott, milyen technológiákkal dolgozott, mi a szakmai érdeklődési területe, a bizonyos projekteken mennyi időt töltött el. Tehát, hogyha valaki segítségbe szorul, akkor ugye felmegy erre az oldalra, ebbe a dokumentumba, és megnézzük, hogy ki az, akihez oda mehet, utol információt is kérni. A tudásmenedzsment további feladatai azok nagyobb részben a tacitudásra irányulnak. Például ilyen az új belépő programunk. Ez arról szól, hogy ha új munkavállaló érkezik hozzánk, akkor őt egy hónapon keresztül hogyan mentoráljuk kvázi. Viszont itt nem szakmaiságra kell gondolni, hanem arra, hogy hogyan tesszük a szervezeti teljes értékű tagjává. Hogyan tud beilleszkedni. Aztán a projektek közötti tapasztalatcsere, ami az egyik fókuszpontunk, a szakmai közösségi építése szintén nagyon meghatározó, aztán a szakmai munkának a transzparenciája. Ez azért nagyon fontos, mert a srácok a lelkemre kötötték, hogy ezt például mondjam el példának nektek, hogy nálam az nem fordulhat elő, hogy egy megoldást kétszer leprogramozzanak. Tehát nyilván ezt a célt szolgálja azt a sok tudásmenedzsment esemény. A tudásszerzés, fejlesztés és megosztásnak a támogatása. Na most ugye tényleg minden bele tartozik, a rendezvény szervezéstől elkezdve az ugye, hogyha egy blogbejegyzés javítgatsz, vagy korrekturázol a srácoknak.
Az innováció támogatása, ez pedig szintén fontos feladatunk, és itt is nagyon meghatározott egyébként az alulról jövő kezdeményezések. A tudásmenedzsmenttel szorosan szimbiózisban működik nálunk a képzési rendszer. A képzési rendszer az, ahol picit a formálisabb irányba eltolódott tanulástámogatás valósul meg. Ide tartoznak a belső szakmai képzéseink. Dolgoztunk ki például saját jelvaki képzőt, aminek az a lényege, hogy ez egy ilyen kétszintes történet, minden szinten számos modul van, és az első szintet az hozzánk belépő összes juniornak teljesítenie kell. Ennek a célja az, hogy szakmailag egy nyelvet beszéljen mindenki a cégen belül. A második szint az pedig mindenki számára nyitott, és ehhez mestert biztosítunk mindenki számára. Ez egy nagyon jó moduláris rendszer és típkét lehetőség. Ezen kívül a képzési rendszerünkbe tartozik még a mentoring és a coaching, főleg ugye a projektmenedzsment területén működik az utóbbi. A nyelvi képzés ide tartozik, a különböző belső tréningek, a külső tréningek és ugye a konferenciák is, hiszen a külső tudást innen szerezzük. Ezen az ábrán azt láthatjátok, hogy mennyi tudásmenedzsment esemény, illetve projekt zajlik nálunk jelenleg. Néhányról szeretnék pár mondatot mondani, ami érdekes lehet számotokra is, akár eszközként nevetetek a saját cégeteknél is. Ilyen például a tapasztalati műhely, ez a srácoknak nagy kedvence. Bocsánat egyébként, hogy mindig így mondom, hogy a srácoknak, azt kell tudni, hogy ugye pici a létszáma, alacsony a létszáma a hölgyeknek, és azért megszoktam, hogy akik fejlesztők, azok fiúk általában. Ezért mondom csak így. Tehát a tapasztalati műhely az egyik nagy kedvenc. Ez arról szól, hogy egy-másfél havonta, ahogy éppen kijön a lépés, az architektek, különböző projekten dolgozó architektek leülnek, és 5 percük áll rendelkezésre arra, hogy elmondják, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban milyen szakmai kihívást oldottak meg a projektjükön. És ez ugye további szakmai beszélgetéseket generál közöttük. A DSKP-je szintén hasonló, ez az informális szakmai beszélgetéseknek, a szakmai diskurzusoknak ad keretet. Havonta van, itt annyival picit másabb a helyzet, hogy nem ad hoc a téma, hanem minden hónapban kiválasztjuk azt, hogy mi lesz a következő hónapnak a témája. Van egy témagazda, akinek nem az a feladat, hogy egy prezentációval készüljön, hanem az, hogy a témának utána nézzen, tart egy pici kis bevezetőt, és egyébként magától folyik a szakmai diskurzus, de ha ez nem valósulna meg, akkor ő azért nézett a témának utána, hogy vezető kérdéseket tudjon feltenni. És akkor így ugye nem ül a beszélgetés, hanem ugyanúgy ez a szakmai diskurzus az hatékony tud lenni. A projektretrók azok ugye a projektek zárásakor valósulnak, meg itt fontos ugye az, hogy a felhalmozott tudást ezt újra hasznosíthatóvá tudjuk tenni. A kód újra felhasználás szintén ezért csinálják a srácok. A gyermek éjszakája is egy olyan kezdeményezésünk, ami arról szól, hogy havonta egy kiválasztott nyelvet az egyik kollégánk bemutat, egy ilyen 3 órás időintervallumban, és nem csak előadást tart róla, hanem mondjuk hoz készül kisebb feladatokkal is, ami által már ki lehet ezt próbálni. Aztán a DocuSoftware és az olvasás, de az kimondott, hogy ilyen inspiratív tudásmenedzsment eseménynek számítanak, ami arról szól, hogy egy picit jobban megismerik a másikat, megismerik az érdeklődését, és emellett ugye külső ismeretterjesztő tartalommal is bír. A projektbemutatókkal pedig a szakmai munka transzparenciáját próbáljuk megvalósítani, így minden hónapban például, vagy másfél havonta a projektbemutató keretében az éppen zajló projektekről a srácok megmutatják a fejlesztéseket. A Szabolcs Bere az pedig az innovációt megcélzó eseménysorozatú, egyébként a gazdája itt is ül a sorok között. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, ami arról szól, hogy megismerjük azokat az alkalmazásokat, azokat a programokat, amiket szívesen használ az ember, a kollégák, és rájöjjünk arra, hogy ezek a termékek mitől lettek sikeresek. Nyilván ennek ugye nem titkolt célja az, hogy később be tudjuk építeni esetlegesen abban a működésben, hogyha termékfejlesztésbe gondolkodnánk. Láthatatok, hogy rengeteg a program, rengeteg a tudásmenedzsment projekt, de ezek nem működhetnének akkor, hogyha ezt csak én magam szeretném, hanem egy nagyon erős szakmai közösség áll emögött. Most ez a szakmai közösség, önmagában az egész cég is egy erős szakmai közösség, viszont ők a mag, én a tudásmenedzsment szempontjából őket tudóknak nevezem, de hogyha a mentorrendszert nézem, vagy a járva kiképzőt, akkor ők a szakmai mentorok, vagy a mesterek, hogyha teljesítményértékelést, vagy vezetést nézünk, akkor a people leaderek, vagy hogyha a projekt szempontjából, akkor pedig ők a tech leader. Tehát
mert rajtuk igazániból óriási a felelősség is a tudásmenedzsment szempontjából, másfelől viszont rengeteg a feladatuk, viszont óriási az elkötelezettség a téma iránt, és ezért sokszor erőn felül is teljesítenek, és mindig készülnek a tudásmenedzsment eseményekre, és a hátukon viszik ezeket a feladatokat. Összefoglalnám akkor, hogy a tudásmenedzsment mire fókuszál nálunk, minden évben meghatározunk azt, hogy mik a fő fókuszpontok. Idén ez a projektek közötti tapasztalatcsere volt, ami eddig lekopognám, ha lenne hova, hogy nagyon jól működött. A tudás újra felhasználás, a tudásfejlesztés, a junioroknak a fejlesztése és az inspiráció és az innovációnak a támogatása. A tanulás támogatási eszközök, amiket alkalmazunk, itt összefoglalva látható, nyilván van egy alap személyes eszközrendszer, amit a munkavállaló megkap ahhoz, hogy a munkáját tudja végezni. Ugye ez a notebook, a mobiltelefon, a mobil internet, na most, hogyha ez nem lenne, és mi támogatjuk a tanulás vagy a tudásmenedzsmentet, akkor ez olyan lenne, mintha mi beraknánk őket egy sötét szobába ablak nélkül. Tehát az IT-ban, az innovatív iparágban ez szinte egy alap, de ezért fölírtam, és emellett egy céges könyvtárt is üzemeltetünk. Ennek az a lényege, hogy van a papír alapú és elektronikus könyveink, több példányszámban, ezt igények alapján szerezzük be a céghez, és akkor ezt nyugodtan bárki viheti, olvashatja, használhatja egészségére. A másik fontos fő tanulástámogatási eszközünk az az, hogy a tanulást integráltuk a munkavégzésbe. Ez például úgy valósul meg, hogy a tudásmenedzsmentet a dolgozók elszámolhatják bizonyos feltételekkel munkaidő ráfordításnak. Például az események közül egy hónapban a különböző típusokból egy az munkaidőnek számít akár. Vagy hogy van a munkaidejüknek egy kisebb része, amit önállóan tanulásra fordíthatnak. Ezt egészíti ki ugye a tudásmenedzsment rendszer, ami egy tanulástámogatási keretrendszer ad így az egész történetnek, és ugye a képzési rendszer a kettő szimbiózisban nagyon jól működik egymással. És hogy mik nálunk a cégnél, a sikertényezői annak, hogy ez a tudásmenedzsment ez ilyen jól működik, az az ugye, hogy megvan ez a tanulástámogatói szervezeti kultúra, tehát a vezetők példaértékűen fontosnak tartják a tanulást és a dolgozóknak a fejlesztését. Az nagyon fontos, hogy van szervezett tanulástámogatásunk, tehát ennek a folyamatnak van egy gazdája, és nem az van, hogy valaki el van havazva, és akkor úristen, nem lesz a projektekből semmi, hanem tényleg ez folyamatosan menedzselve van, és a sarkukra kell lépni, hogy ezt csinálni kell. Aztán az egyének tanulási motivációja, ami az egyik alaptétel, hiszen enélkül nem működne az egész. Nálunk olyan emberek dolgoznak, akik szükségét érzik annak, és nem kényszernek érzik azt, hogy folyamatosan tanuljanak és fejlődjenek, mi pedig ugye ezt igyekszünk támogatni. És emellé jön az, hogy van egy remek csapatunk, ahol megvan ugye a szakmai alázat, szeretnek egymással dolgozni, és bíznak egymásban, tehát nem féltik egymástól a tudásukat, mert tudják azt, hogy ők beletesznek, akkor még többet tudnak kivenni. És a legutolsó az pedig az, hogy a személyes célok és a szervezeti célok összhangban álljanak egymással. Én azt gondolom, hogy mi ezt egyelőre egészen jól tudjuk csinálni. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és szeretettel várom a kérdéseket.